Rügybe borult fák Szexádon február elején. A januári és februári szokatlanul tartós meleg megtette hatását. Sok növény már rügyezni kezdett, és emellett a kártékony rovarok sem pusztultak el. A szakember azt mondja, az enyhe időjárás miatt előbb jelentkezhet a lisztharmat, valamint a rozsda. A búzára és a repcére lesz ez rossz hatása. A kórokozókból valószínű, hogy több lesz, mert búzában és ugye most repcében, ami a telelés ilyenkor történik, az várhatóan előbb jönnek be például a rozsdák, véleményem szerint a lisztharmat. Ugye a buja fejlett az állomány, nincs hideg, nincs olyan ö, időjárás, ami számukra nekedvezne, ezért én azt mondom, hogy a kórokozók biztos, hogy komolyabban fognak először jelenkezni, mint az általános. A szakember azt mondja, elszaporodtak a mezei rákcsálók is. A pockok rendkívül kártékonyak, jelenleg a vetett növényekben okoznak kárt, ezért megkezdték a védekezést ellenük. Száraz ősz volt, és hosszú, száraznak tűnő időszakok voltak, ez a mezei rákcsálók egyet számát rendkívüli módon fölerősítette, és most folynak a védekezések. Szükséghelyzeti felhasználási engedélyeket kellett kérni már a Nébiktől kétszer is, az időszakok meghosszabbításával, hogy ezt a gradációt féken tartsuk, ami nem könnyű. A gazdák ezentúl egy hirtelen jött fagytól tartanak, ami akár az egész éves termésüket is tönkre teheti. Elfagyhat a kajszibarack és a szőlő is. A csapadék hiány pedig a koratavaszi szántóföldi növényeknél okozhat majd gondot Vörös Géza szerint. Az időjárás előrejelzés szerint Tolna megyében a héten mínusz fokok is lehetnek, de utána 1 és 13 fok között alakulhat a nappali hőmérséklet. Lett, vagyis nem várható számottevő változás az időjárásban.